Hé, te! Miért fogsz most jönni a hátad? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz! Na hát, sziasztok, én Túlszédvi vagyok, és a mai napon összeszedtem 5 lármás család dolgot, titkot, amiről a lármás család nem szeret beszélni, és kiadatlan dolgokat, amiket megtudott a közönség, egészen a legdurvábbakig szedtem össze ezeket, ezért is nézd végig a videót, és ha érdekel még folytatás, akkor 5000 like múlva lesz. A csatornámon pedig még mindig él egy olyan ajánlat, bár nem sok ideig, hogy feliratkozom még kicsit több mint 250 emberre, ami egyre kevesebb, hogyha te is fel vagy iratkozva a csatornámra és benyomtad a csengőt. Ezt mindenféleképpen tedd meg, mert csak akkor foglak látni az emberek között, most pedig kezdjük a videót. Első. Belegondoltál már abba, hogy a lármás családnak miért is ilyen a stílusa, a grafikája, a rajzolási stílusa? Eleinte a lármás család egy képregénynek indult volna, sőt egészen pontosan annak is indult, majd nem sokkal később a készítőt, a tervezőt rávették arra, hogy fektessen bele egy rajzfilmbe, és valósítsák meg. Nagy szerepet játszott az is, hogyha ilyen stílusban rajzolják meg az egész rajzfilmet, akkor sokkal több részt fognak tudni csinálni, mivel hamarabb el tudják készíteni, és nem olyan nehéz megrajzolni. Én ezt egészen eddig még a mai napig sem tudtam. Te tudtál erről a képregényről? Második. Elkezdtek olyan hírek terjengni a lármás családról, ami több mint valószínű, hogy igazak, ugyanis arról van szó, hogy a készítőt a saját élete bíztatta erre, pontosabban a rajzfilmre, ugyanis állítása szerint mondhatni lármás az élete, egyes hírek szerint vannak testvérei, és pár barátja hozta fel egy teljesen haveri beszélgetés közben, hogy mi lenne, hogyha a saját életét, történetét írná meg egy képregénybe, amiből később lett a rajzfilm. Nyilván a rajzfilmmel van túlozva, és sokkal több testvér van, és sokkal lármásabb az egész, de az alapkoncepció a saját életéből van. Harmadik. Aki ismeri a lármás családot, az valószínűleg ismeri a Casagrande családot is, ahol is van egy Carlos Junior nevezetű srác, aki kissé, mint hogyha le lenne maradva a korához képest, a sorozat szerint 11-12 éves, viszont úgy viselkedik, mint egy 4-5. Ez látszódik azon is, ahogy hozzááll a lányokhoz, vagy amilyen játékokat játszik, és kissé fura a stílusa. Nem sokkal később kiderült a rajzfilmről, hogy konkrétan egy szellemi fogyatékot szerettek volna megvalósítani, ennek egy nagyon szomorú háttértörténete van, ugyanis ez a karakter egy valós személyről van megalapozva, aki sajnálatos módon a való életben is ilyen problémákkal küzdik, de ettől függetlenül a való életben is maga a karakter is rettentő kedves, jószívű, és remélem, hogy még nagyon sok epizódban fogjuk látni ezt a karaktert, és remélem, hogy senki sem képes lenézni őt, viszont így nézve a rajzfilm tényleg kissé másabb, pontosabban a karakter, hogy tudjuk, hogy egy valós személy áll mögötte. Te ezt eddig tudtad? Negyedik. Lármás Luna vonzódik fiúkhoz és lányokhoz is. Biztosan azt mondanád, hogy hülyeség ilyeneket kapcsolni egy rajzfilm karakterhez, viszont ennek van alapja. Rengeteg néző és rajongója a sorozatnak felfigyelt arra, hogy minthogyha a lányokhoz máshogy viszonyulna a Luna, leveleket ír lányoknak, és a fiúk annyira nem érdekli őt. Ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben a lányok felé vonzódik, de nincs ellenvetése egyik nem felé se. Ezt még egyszer leszögezném, hogy nem én találtam ki. Akkor figyeltek fel erre, amikor az egyik epizódban egy nevű lánynak szerelmes levelet adott. Ötödik. A következő is egy nézői teória lesz, amit a lármás család fanok találtak ki. A rajzfilm szerint a szülőknek rengeteg munkájuk van, alig érnek rá foglalkozni a gyerekükkel, és éppen hogy csak kajálni tudnak együtt. A teória szerint valójában ez egyáltalán nem így van, és igazából a pénzzel és a munkával kapcsolatban semmi nehézségük nincsen, ugyanis eljutottak már egy olyan szintre, hogy nekik már nem kell bejárni dolgozni, ezért szabad idejükben egy titkos szállásukra utaznak el, ahol akár kellemes hétvégéket töltenek el, egy jacuzzi hátradőlve, akár egész nap és bármit művelhetnek egész nap, senki sem szól rájuk és senki sem sincs velük. Kommentbe írd le, hogy szerinted ennek a teóriának mennyi alapja van. Igaz vagy sem? Ez volt az utolsó, hogyha szeretnél folytatást 5000 like múlva lesz. Ha pedig most feliratkozol csatornámra, esélyes, hogy feliratkozom rád, találkozunk a következő videóban, sziasztok!